Jó estét kívánok! Nem sokára jönnek a önkormányzati választások, és már meg is indultak a pártcsatározások. A médiában is egymást támadják a különböző oldalak. Megint megjelentek a harmadik utas mozgalmak, akik úgy gondolják, hogy ők is tudnak valamit ebből a tortából maguknak ki nyerni, de amit így nézek az elmúlt 14 évben, hát itt nem sok sikere lett az ellenzéknek, meg ezeknek a harmadik utas pártoknak, akik próbálják magukat mind a két oldaltól elhatárolódni. Mondanak nagyon okos dolgokat, olyat, ami népszerű, ami tetszik a hallgatóságnak, de igazán erő nincs benne. Volt ez a nagy tüntetés vagy kiállás a Hősök terén, ahol számokat mondanak, 50 ezer, 80 ezer, 100 ezer ember megjelent, és ezt az ellenzék saját sikerének tartja. Ez nem a politikáról szólt, tudomásom szerint, hanem arról az intézkedésről, amelyet az egész ország elítélt, hogy a köztársasági elnökasszony kegyelmet adott egy olyan személynek, igen, többnek is, de most kimondottan egy olyan személynek, aki egy pedofil bűncselekményben, ő is bűnsegéd volt, nem ő volt a pedofil, hanem segítette a pedofil bűncselekményt elkövető személyt. És hát érdekes összefonódások vannak, az ő családja és a kormányfő és a kormányfő családja között, és hát ezt boncolgatják. Na most mivel ugye mondtam, hogy én politikával nem foglalkozom, ettől függetlenül sok támadás ért most az utóbbi időben, hogy én is benyaltam a Fidesznek, és hogy biztos megfizetett a Fidesz, és próbálok odasimulni a Fideszhez. Senkihez nem próbálok odasimulni, meg akarom tartani a függetlenségemet. Most már erre a rövid időre miért is választanék magamnak bármilyen pártot? 74 éves leszek a jövő hónapban, ugye március 28-án lesz a születésnapom, és akkor lesz egy nagy sajtótájékoztató, mert akkor jelenik meg az életmű könyvem, a Mr. Tasnádi, és azt hiszem ez az utolsó olyan mű, amivel én foglalkozni fogok, vagy én itt le is szeretném zárni. Nem vagyok író, azt ugye az rögtön ki is jelentettem, meg szerintem akik megveszik a könyvemet, abból láthatják is, hogy nem vagyok egy Mikszáth Kálmán. De akik megvették a könyveket, azok azt mondták, hogy nagyon érdekes, amit írok és ahogy írok, sőt, nagyon sokan azzal keresnek meg, hogy szinte letehetetlen a könyvem. Hát hajrá, ha tényleg tetszik a stílusom, akkor március 28-ától meg lehet vásárolni majd ezt a könyvet, Mr. Tasnádi lesz a címe, Mr. Tasnádi a börtön árnyékában. És hogy miért ér az a vád, hogy én Fideszhez próbálok közeledni, ez azért ér, mert megdicsértem a kormányfőnek egy-két intézkedéseit. Bárkit meg tudok dicsérni, és bárkit tudok kritizálni, vannak olyan emberek, akik viszont nem tudnak így gondolkozni, csak beskatujázva, szélsőségesen, ők ide tartoznak az egyik oldalhoz, a másik a másik oldalhoz, és gyűlölködnek, és olyan mély árkot ástak már, hogy nem is tudják áthidalni ezt a távolságot, pedig milyen jó lenne az országnak, ha az ország lakossága egyként próbálna harcolni, vagy dolgozni egy bizonyos cél érdekében. És most megint az lesz, hogy fideszes vagyok, mert most megint meg kell, hogy dicsérjem Orbán Viktort, és ha tetszik, ha nem nektek, nekem ez egy érzelmi
szempontból volt nagyon fontos, hogy Orbán Viktor nem járult hozzá, hogy az Európai Unió egységesen megállítsa vagy elítélje az izraeli hadseregnek a harcát vagy a háborúját a Hamasszal szemben. 26 ország megszerkesztett egy dokumentumot, amelyet a 27. ország, Magyarország nem fogadott el, és így most megint Orbán Viktor szembe ment az Európai Unióval, amit én üdvözlök, és nagyon örülök neki, mert Orbán Viktor meghirdette az antiszemitizmussal szemben a zéró toleranciát, és az egyik legnagyobb zsidó populáció Európában, itt Magyarországon él. Azt hiszem csak Franciaországban él több zsidó származású ember, és én, mint zsidó ember, én nagyon örülök annak, hogy ez a kormány védi a zsidókat, és hogy jó viszonyt táplál Izrael országával. Tehát ezért megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon bölcs döntést hozott a kormányfő, és azt is ígérem, hogyha majd olyan döntést fog hozni, ami nem tetszik, azt is el fogom mondani. Úgyhogy arra kérek mindenkit, hogy most ne ömöljön belőletek a gyűlölködés. Nem változok meg, én akkor is mindig középen fogok maradni, de el kell, hogy ismerjem, hogy vannak jó intézkedések ennek a kormánynak is. Mindenkinek kívánok szép estét!